A holnapi közgyűlésnek két napi rendi pontja lesz. A nyílt ülésen a strandfürdővel kapcsolatos fejlesztések kerülnek szóba. A 2016-os ifjúsági úszó Európa-bajnokság megrendezéséhez többek között szükség van egy bemelegítő medencére és a fedett uszodában is részleges felújításra. A beruházás nagy részét hazai forrás támogatja, 54 millió forintos önerőt pedig a városnak kell állnia. Erről szavaztak ma először a bizottság tagjai, majd a rendkívüli települési segélyeket bírálták el. Az zárt ülésen 67 rendkívüli települési támogatást kérelmezőről fogunk dönteni. Vegyes kérelmek érkeztek be témájukat tekintve. Itt ingyenes étkeztetésre, gyógyszerek támogatására, akkor gyógyászati segédeszközöknek, valamint a lakás, korábban lakásfenntartási támogatás körébe tartozó kérelmek, tehát víz, gáz, villany fizetéséhez kértek segítséget a lakosok, valamint esetleg gázpalackoknak az éves, havi szintű megvásárlására. Amikor a közgyűlés megalkotta az új szociális rendeletét, egy nyílt keretösszeget is megszavazott a rendkívüli segélyek kifizetésére. Idén erre a célra mintegy 270 millió forintot különítettek el, de a gyakorlat mutatja majd meg, hogy ebből végül mekkora összeget használnak fel.